Sziasztok, ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a Blockchain Bloom magyar nyelvű csatornája. A mai videóban pedig arról fogok beszélni, hogy a Goldman Sachs kijelentette, hogy a kriptovaluták és így a bitcoin is nem része a pénzügyi eszközosztálynak. Ez egy nagyon érdekes kijelentés, ezt mindenképpen meg kell vitatnunk. Valamint itt van a Grayscale, aki óriási mennyiségben vásárolja föl a bitcoint. Ugye ez egy befektetési csoport, és nagyon érdekes, hogy a halving óta, Másfélszer annyi bitcoint vásároltak, mint amennyit kibányáztak. Tehát május 11 óta ők hatalmas mennyiséget vettek, de már előtte is a részletek ebben a videóban. És ne felejtsétek el, hogy én jövök friss videóval minden nap hétfőtől péntekig, tehát hogyha a napra szeretnél lenni a kriptovaluták világában és a blockchain világában, akkor mindenképpen iratkozz fel a csatornára itt alul, valami ne felejtsd megnyomni a csengőt, hogy megkapd a friss értesítéseket a az új videókról, ahogy fölkerülnek a YouTube-ra, ez általában ebédidőben történik, minden nap hétfőtől péntekig. Most pedig akkor nézzük meg, hogy áll a piac. Bitcoin jelenleg pluszban, közel 3%-os pluszban, 9168 dolláron. Aztán nézzük meg a napi nyerteseket. Electronum 17%-os pluszban, Engine Coin 16%-os pluszban, és Hedera Hashgraph 10%-os pluszban. A vesztesek között pedig itt találjuk az első helyen a Tétát, ugye akik nagyon jól mentek föl az utóbbi időszakban. Nyilván most jön egy kis mínuszos időszak, de hát ez érthető is. Mínusz 17%-on, aztán rend mínusz 9%-on, és a Bitser mínusz 5 on És akkor elérkeztünk az első hírhez, ami egy nagyon érdekes kijelentés, miszerint a Goldman Sachs tegnap, ö, május 20-én, 27-én, kijelentette, hogy a kriptovaluták és így a bitcoin is nem tartozik a pénzügyi eszközosztályhoz. Ugye szembe mentek Mike Bloomberg véleményével, aki meg pont az ellenkezőjét állítja, hogy már pedig igenis része az eszközosztálynak a kriptovaluták. És itt kikerült ez a bizonyos PowerPoint prezentáció, ahol itt pontokba szedte, hogy miért nem felel meg az eszközosztálynak a kriptovaluta. És itt van egy úri ember, akit úgy hívnak, hogy Nikolász Merten. nagyon részletesen leírta a pontokba, hogy mik az ellenérvei a Goldman Sachs kijelentésével szemben. Őt megtaláljátok a Twitteren. És egy párat szeretnék csak kiemelni, mert egyébként nagyon érdekes. Szóval Először is azt állítja a Goldman Sachs, hogy az emberek azért vásárolnak bitcoint, hogy majd később eladják magasabb áron, és így nyerészkedjenek. És ugye itt fölteszi a kérdés, hogy igen, de akkor miért vásárolnak részvényeket például, vagy kötvényeket? Nem azért tesszük, hogy azt hiszük, hogy ez még följebb fog menni, és hogyha följebb megy, akkor eladjuk, és ebből lesz a profit. Tehát ez egy elég, elég gyenge ér volt. Aztán egy másik, hogy itt a, a bitcoin volatilitásáról beszél, hogy ezért nem felel meg. És akkor itt kiemelni az olajat, mint ugye árucikket, hogy azt érdekes, úgy veszik, hogy abba lehet fektetni, bár ha megnézzük, májusban mínuszba ment az olaj. Tehát. Egyszerűen értetetlen, hiszen az olajnak hatalmas esése volt az utóbbi időszakban, tehát erre is bátran rá tudjuk mondani, hogy nagy a volatilitása, és pedig mégis úgy kezelik, mint egy olyan árucikket, amiben befektetnek. Aztán másik állítás, hogy, hogy a bitcoin nem hoz hozamot, mint a kötvények. És akkor itt van egy újabb kérdés, hogy miért az arany például hoz hozamot? Nem, az sem hoz hozamot, annak sincs hozama. Mégis befektetnek az emberek bele. Tehát Igazából az, hogy nem képezi a pénzügyi eszközosztály részét a kriptovaluták és a bitcoin, ez nem igazán állja meg a helyét. És hogyha belegondolunk abba, hogy a JP Morgan 2017-ben még nagyon erőteljesen küzdött a bitcoin ellen, aztán kiderült, hogy 2018-ban már elkezdték a tárgyalásokat a Coinbase-szel, ugye a legnagyobb kriptovaluta váltóval, és egy másikkal a, a Gemini-jal is, akik most már az ügyfelei lettek a GP Morgannek. Tehát ő is itt azt írja, hogy akár pénzt is merne arra tenni, hogy a Goldman Sachs a következő három évben kijön valami kriptovalutához kapcsolható ötlettel, de egyenlőre még nagyon támadják. Aztán a másik hír, amit hoztam, az pedig a Grayscale hatalmas vásárlása a Bitcoinban. Tehát ez egy befektetési csoport, és itt meg lehet nézni ezen az ábrán, hogy ez a narancssárga rész azt mutatja, hogy mennyi bitcoint vásároltak május 11 óta, úgy akkor volt a halving, a zöld pedig az, hogy mennyi született, mennyit bányáztak ki azóta. És itt írja, hogy a Grayscale 18.910 bitcoint vásárolt a halving de azóta csak 12.337 született. Tehát fölvásárolják a, a piacra kikerülő bitcoinokat, és a már kint lévőket is, tehát óriási módon befektetnek bitcoinba. Például meg lehet nézni, hogy az elmúlt 100 napban a Grayscale, több mint 60.762 bitcoint vásárolt meg. És hogyha így folytatják, ugye sokan mondják, hogy akár több bitcoinjuk lehet, akár egy éven belül is, vagy másfél éven belül, mint maga, magának Satoshi Nakamoto-nak, akinek azt mondják, hogy körülbelül 1 millió bitcoinja van. Ez mindenképpen egy olyan jel, hogy ők igencsak hisznek a bitcoinban, tehát ők úgy gondolják, hogy a bitcoinnak az ára föl fog mindenképpen menni a jövőben. Nos, ennyit szerettem volna mára, hogyha tetszett a videó, akkor mindenképpen lájkolt, like azt köszönöm szépen. Iratkozz fel a csatornára itt, és válasz ki egy videót innen, vagy akár a másikat is, amit már az előző napokban közzétettem, hiszen ott is nagyon érdekes információkat találsz a kriptovalutákról és a bitcoinról. Ne felejtsd el megnyomni a az értesítés csengőt, hogy ahogy fölkerül egy videó, rögtön tudomást szerez róla. Általában videókat időben teszem föl minden nap hétfőtől péntekig. Így hát holnap is jövök egy új videóval, addig is mindenkinek szép napot, sziasztok!